A képen látható villa a Káli medence szomszédságában megbújó monoszlón bérelhető. Egy szálláshelyek bérbeadásával foglalkozó netes oldalon napi 110.000 forintért vehetők ki. Ez durván 3,5 millió havonta, mínusz a kedvezmény, már ha van ilyen. A környékbeliek szerint június eleje óta lakják az ingatlant, bérlője pedig ezzel az állami autóval jár át naponta a Zánkai Erzsébet táborba. Igazából nem tudjuk, kit keresünk, csak az autó típusát és a rendszámát ismerjük. Voltam itt népművelő szakosként gyakorlaton annak idején. Szerencsénkre pont egy sajtótájékoztató zajlik a tábor főépületében, így nem gyanús az érkezésünk. Szevasztok! Kazdávi Dajnik, Spirk József, a 24.hu munkatársa, és hogy a tábornak a sajtósával beszélhetnénk el. Előzetes regisztráció hiány nem mehetünk be a táborba. Elképesztő kemény biztonsági intézkedések vannak itt bevezetve, olyan rezsimban, mint egy katonai tábor. Miközben ez egy gyerektábor, nem? Ez egy gyerektábor, és tényleg szöges drótok, kamerák, és emberi erő. A Walton Security-nek az embereit tartják, megfigyelés alatt az egész tábor. Biztos szép emlék a gyerekeknek. Miközben Józsi sztorizik, épp szembe jön velünk a keresett kocsi. Gyorsan megfordulunk, és üldözőbe vesszük. A tábor munkatársaitól megtudjuk, hogy az autóval Hornyák Tibor, a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány főtitkára közlekedik. Következő állomás monoszló, hát ha napközben valaki otthon maradt Hornyákéktól. Ez az? Valóban? Ez nem is tűnik olyan nagyon durvának, nem? Mit ordítsak, mi olyan újságírós? Hornyák urat keressük, haó! A szomszéd hölgy beszámolója hitelesíti a történetet. Mióta vannak itt? Hát én úgy tudom, hogy a fiatalember az úttörőben dolgozik. Igen, a táborban. De mióta bérlik ezt a házat? Októberig van, annyit tudok. Aha, de hogy ön szerint nyár kezdete óta? Elejtő, igen. Négy hónapra elvileg 14 millió forint kivenni ezt a villát. Miből és miért ennyiért kell a főtitkár úr nyaralását finanszírozni?